Ismét kezdetét vette a nyári honvédelmi tábor Sárospatakon. A már nagy hagyományokkal rendelkező esemény keretében idén is gazdag program várt a fiatalokra. Délelőtt elsősorban az előadásoké és a közös beszélgetéseké volt a főszerep, majd délután már kulturális és szabadidő programok várták a résztvevőket, akik az ország számos részéből és határon túlról érkeztek. Hadisírgondozás vagy éppen a NATO-tagság aktuális kérdései csak néhány az előadások témakörei közül. Egy valaki azonban nem hiányozhat egyetlen egy táborból sem. Ő pedig Wittner Mária, aki a szovjet munkatáborokról beszélt saját megpróbáltatásai nyomán. Nagyon fontosnak tartom, mert egy dolog az, amikor a történelem tanár beszél az óráról egy-két gondolatot, semmit sem tudva, tegyem hozzá, vagy csak az, ami a tananyagban van, és egy dolog személyesen átélni. És a személyes átéléshez nem kell történelemkönyv. Az embernek ott van a lelkébe, egy életen át hordozza magával, és én ezeket a lelki élményeket adom át. De nem annyira magamról szoktam beszélni, sokkal inkább a társaimról, akik ma már nem beszélhetnek, de beszélni kell helyettük valakinek. És kibeszéljen, ha nem egy túlélő, aki majdnem, hogy eljutott addig a pontig, ameddig ők már, ahonnan ők már nem tudnak visszajönni. A szervezők és előadók legfontosabb célja, hogy a témakörök iránt érdeklődő fiataloknak olyan fórumot teremtsen, ahol szabadon kérdezhetnek, tájékozódhatnak és szerezhetnek ismereteket. Óriási hagyomány, minden évben 100 fős nagyságrendben tudjuk megrendezni. Nyilván az előadók, akik minden témában, hadsereggel kapcsolatban, mint ahogy itt volt a Wittner Mária, a történelemmel kapcsolatban, de széles körben próbálunk ismerteket nem csak a magyar fiataloknak, hanem a határon túlról érkezett fiataloknak is. Itt az ifjúság aránya körülbelül fele-fele. Tehát fele a magyar országiak és fele pedig azok is magyarok, csak határon túli országokból jöttek. Először vagyok ilyen táborban, és nagyon tetszik, amit észrevettem, az, hogy összehozza a fiatalokat, azokat az embereket, akik szinte ugyanolyan sorsban élnek, ugyanolyan körülmények között, összehozza, beszélgetésekre invitál, és nagyon jó, hogy így ismerkedhetünk tényleg olyan emberekkel, akik hasonlóak hozzánk. A tábor 3 napon keresztül ad lehetőséget a fiataloknak a kikapcsolódással egybekötött ismeretszerzésre.